nincs ebben semmi különös. A halmazállapot megfelelő, szél van, nap is süt, miért ne túráznánk? Nagyon sokan kérdezik, hogy megéri-e a téli Balaton. Hogyha röviden kell válaszolni, akkor igen, megéri. Ez nem pénzben mérhető, tehát anyagiakban nem éri meg. Én a fejemben a téli Balatont a marketing büdzsébe rakom, és tulajdonképpen ott érül meg, múlt hétvégi sztori, idejött egy hajós, teljesen véletlenül betévet, körbenézett, korcső a pálya, wellness, vizen a hajók, atyaisten, én is itt akarok állni, és már másnap le is szerződtünk vele. Tehát ez ilyen egyszerű, hogy igyekszünk úgy csinálni a dolgokat, hogy mi jól érezzük magunkat, és hogyha mi jól érezzük magunkat, akkor abban bízunk, hogy ez tetszik a többieknek is, és ők is jól érzik magukat. Elkezdtem gondolkodni, hogy miért van az, hogy Magyarországon nem él a tó éven át, Európa összesennél rosszabb adottságokkal rendelkező tava meg él éven át. És ezt így szépen mindig egy lépéssel előbbre jutottunk, abban az évben mi csak egy hajóval bohóckodásból mentünk ki szilveszterkor, következő évben már szilveszteri regatta volt, utána már téli vitorlás versenysorozat, most meg tényleg azt szeretnénk, hogyha mindenki használná üzemszerűen a hajóját. Nagyon régóta hallok erről a téli Balatonnak a valamilyen szintű megmozdításáról, és maximálisan egyetértek vele, hiszen nem normális dolog az, hogy egy ilyen gyöngyszem Európának gyakorlatilag 2-3 hónapig üzemel, aztán bezár. Annyira változatos a Balaton, hogy nem tudok különbséget tenni. Én jelen pillanatban is csodálok, csak ámulok, hogy milyen gyönyörű. Ha elnézünk Badacsony felé, megnézzük a Tanúhegyeket, ezt a türkiz vizet, ami nyáron nem létezik, az annyira fantasztikus, hogy ez minden alkalommal beleég az ember agyába, és nehezen teszek különbséget. 3 héttel ezelőtt már volt egy túránk, akkor is a Fenyvesi kikötőbe is voltunk, és a Balaton lelejébe is, és most akkor jött az ötlet, hogy akkor legyen egy hosszabb túra is, hát ez most ez a hosszabb túra. Az én feladatom az volt, hogy ugye mi vitorlásverseny közvetítéssel foglalkozunk, és minden hajót felszereltünk saját jeladóinkkal, így menet közben bárki az interneten követhette, hogy mikor, éppen merre járunk, illetve folyamatosan ugye posztokkal az aktuális életképeket is kitesszük. Gyakorlatilag ez egy hobbi is, meg sport is, illetve mivel interneten keresztül tudunk kommunikálni, nagyon sok embert elérni, ezáltal népszerűsíteni is tudjuk azt, hogy mi adott esetben a mai napon 5 hajóval több mint 20 ember a Balatonon tud vitorlázni, és jól érzi magát. Nagyon-nagyon jó időt fogtunk ki, nagyon jó érzés volt, nagyon, mintha nyáron vitoráztunk volna, ez most nagyon-nagyon jó volt.